Katonai tiszteletadással helyezték örök nyugalomra Horn Gyula volt miniszterelnököt. A temetésen több ezeren búcsúztak az egykori miniszterelnöktől, külügyminisztertől, az MSZP volt elnökétől, köztük köztársasági elnökök és miniszterelnökök. Politikus társai és a meghívott külföldi vendégek is azt mondták, Horn Gyula miniszterelnökként is megmaradt kisembernek, ugyanakkor a magyar és az európai történelem alakítója lett. Folyamatosan reggel óta érkeztek a meghívott vendégek és az emberek a Fiumei úti sírkertbe. Az MSZP vezérkara mellett a köztársasági elnök, a miniszterelnök és külföldi politikusok is részt vettek a szertartáson. A volt miniszterelnökről Katona Béla, kormányának egykori minisztere, az országgyűlés volt elnök emlékezett meg. Azt mondta, Horn Gyula miniszterelnökként is megmaradt kisembernek. És miniszterelnökként is megmaradt kisembernek. Olyan volt, mint mi. Egy volt közülünk. Egy volt közülünk. Az emlékezők beszédükben azt mondták, Horn Gyula a magyar és az európai történelem alakítója lett. Nevéhez fűződik a világútlevél, a határnyitás és a volt kelet-német állampolgárok átengedése a határon, amivel hozzájárult a két német állam egyesítéséhez. Ezt méltatta beszédében Martin Schulz, az Európai Parlament német elnöke is. Hans-Dietrich Genscher volt külügyminiszter, pedig úgy fogalmazott, a német nép együtt búcsúzik a magyarokkal Horn Gyulától. Lieber Freund Gyula Horn. Bei uns in Deutschland wirst du für immer unvergessen bleiben. Kedves Horn Gyula barátom, nálunk Németországban te soha nem merülsz feledésbe. Az MSZP elnöke után Boros Péter, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon volt miniszterelnökök, majd Orbán Viktor jelenlegi kormányfő rótta le kegyeletét. 11 óra óta egyébként bárki megteheti ezt a volt kormányfő sírjánál. Horn Gyula egykori külügyminiszter, az MSZP volt elnöke 2007 őszén került kórházba, az Állami Egészségügyi Központban ápolták. A család kérésére a hozzátartozókon kívül Horn Gyulát betegsége alatt nem lehetett látogatni. Két hete hosszantartó súlyos betegség után hunyt el.